Jelentősen korszerűsödött a Pécsi Egyetemi Borbirtok főépülete. A Szent Miklós-hegyi Kutatóintézet épületének a teljes energetikai felújítása zárult most le, mondta az átadó ünnepségen Madarasz Zoltán, a Pécsi Tudomány Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet elnöke. Ennek a fejlesztésnek a keretében a Pécsi Tudomány Egyetemen egy alapvetően két pillérre épülő fejlesztés tudott megvalósulni. A szerződött beruházás összege az 3,8 milliárd forint volt a esetében, és a két pillér alapvetően egyrészt egy infrastruktúrális fejlesztést tett lehetővé, ennek keretében újult meg a Pécsi Tudományegyetem 2. számú belgyógyászati klinikája, illetve a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetnek a főépülete, illetve ugyancsak ennek az infrastruktúrális fejlesztésnek a keretében volt lehetőség IT eszközök beszerzésére, csak nem 1000 darab különböző informatikai eszköz beszerzését tette lehetővé a projekt, és még nem értünk ennek a végére, mert hálózatfejlesztés is megvalósul, ugyancsak ennek a támogatási pillérnek a kereteiből. Az ünnepélyes átadón dr. Gerner Zsuzsanna, a projekt szakmai vezetője többek között elmondta, a program költségvetésének legnagyobb hányadát, közel 700 milliárd eurót az RRF, azaz a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz teszi ki. Ezzel az Európai Unió a COVID sújtotta károkat kívánta kompenzálni az európai országokban. Ebben az épületben nem csak kutatói, nemesítői munkák, hanem rendezvények, oktatási célú előadások is lesznek a jövőben, de ugyanígy nagyon fontos az, hogy mind a PTE, illetve a Baranya megyei polgárok is birtokban vehetik, bérelhetik ezt az épületet, hiszen a kiváló panoráma, a jó borok és az a gyönyörű helyszín, ahol most is vagyunk, az adott és jó lehetőséget biztosít akár családi vagy céges rendezvényekre is a jövőben. Erre is készülünk, megfelelő személyzettel és csapattal állunk rendelkezésre, és bízunk abban, hogy ennek az épületnek, illetve a rendezvényhelyszínnek a jövőjében töretlen lesz az emelkedés. A PTE fenntartható zöld koncepció egyik alapja a környezeti erőforrásokkal való észszerű gazdálkodás, az energiahatékonyság. Ezzel a korszerűsítéssel ezt most sikerült megvalósítani. Az egyetem rektora dr. Miseta Attila rendkívül hálás mindenkinek, aki részt vett ebben a munka folyamatban. Aki ránéz, aki ismeri ezt a Szent Miklós-hegyi épületet, akár csak egy évvel ezelőtt látta, és most, akkor az eldöntheti, hogy valójában ezt a pénzt jól használtuk el fel. Én azt hiszem, hogy mindenképpen jól. Az épület energetikailag sokkal korszerűbb lett, emellett pedig ez a gyönyörű patinás öreg épület azzal együtt, hogy megőrizte azokat a jegyeket, amelyek egy ilyen típusú épülethez tartoznak, teljességgel megújult, úgyhogy az én személyes meggyőződésem, hogy ez a pályázat sikeres volt, és nagyon hálásak vagyunk magának a donornak, azoknak a kollégináknak és kollégáknak, akik itt a pályázaton dolgoztak, és hát a kivitelezőnek is. A közel 1 milliárd forint értékű épület energetikai korszerűsítés során megvalósult az épület nyílászáróinak cseréje, hőszigetelése, a fűtési rendszer korszerűsítése. Új gázkazán telepítésével az egyetem hozzájárult a hatékonyabb energiagazdálkodás megvalósításához. Az ünnepélyes átadón az épületet Felföldi László megyéspüspök áldotta meg. Amen.